Honnan ered az irodalom iránti szeretetük? Azt hiszem, hogy idejét sem tudnám megmondani. Egészen kicskoromban olvastak nekem verseket, fejből is mondtak, és arra viszont nagyon jól emlékszem, hogy amikor megszülettem, azután néhány éve jelent meg Vörös Sándornak a Ha a világ Rigó lenne című verseskötete, és abban én megpróbáltam belerajzolni, annyira tetszett nekem. Még nem tudtam, igen, egy éves voltam, egy másfél éves, és még nem tudtam egyáltalán egy költsem meg semmit lerajzolni, és annyira szerettem volna megajándékozni a költőt, aki ilyen csodákat tud létrehozni, hogy belerajzoltam, és ezt szoktam, amikor gyerekekhez megyek, el szoktam vinni magammal, és megmutatom, hogy végül is ez egy ősforrás annak, hogy miért lesz valaki költő, mert beleszeret Vörös Sándor verseibe. Hát édesanyám elmesélte nekem, hogy mikor engem várt, akkor feküdnie kellett egy jó 7 hónapon át, és ez alatt az idő alatt csak olvasott, semmi más nem csinált, és azt mondja, hogy a legnagyobb élménye akkor a 100 év magány volt ez alatt az időszak alatt, amíg engem várt, és szerintem itt kezdődött. Anyamében. Az anyamében, ott kellett kezdődnie. Mi inspirálja önöket egy-egy mű megalkotásánál? Hát a fehér papír. Az üres fa, annak a reménytelen helyzetnek az átélése, hogy nincs semmi, de majd kell legyen valami. És akkor az ember eleget nézi ezt a papírt, akkor előbb-utóbb meglát valamit, eszébe jött valami, amit nem is tudja, hogy honnan jutott eszébe. Eszébe jött valamire, azt hitte, hogy elfejtettem, még emlékszik rá. Valójában nem emlékszik rá, ott találja ki, és akkor így születnek a művek. Engem mindig egy dallam inspirál, viszont nagyon vizuális alkat vagyok, tehát kép nélkül nem tudok írni, de dallam nélkül sem. Tehát van olyan, hogy meglátok valamit, és azt leírom, levázlatolom magamnak, hogy erről kellene verset írni, de mivel nem hallok dallamot hozzá, lehet, hogy 3-4-5 évig, vagy lehet, hogy soha nem fogom megírni hozzá a verset, és ezért kezdtem igazából prózát írni, mert a prózához másféle dallam kell, és nem olyan szigorú a prózaírás, tehát nyugodtan lehet kitalálni, vagy ahogy mondta a férjem, a fehér papírt nézni, és kínlódni. Az igazi versírás az egy ihletett állapot, ahhoz tényleg egy belső dallam kell, olyan, mint hogyha diktálnák, ezt hívják voltak éppen ihletnek, hogy az ember meghall egy olyan dallamot, amivel tulajdonképpen a dallam kezd az emberrel valamit. Babit szokta mondani, vagy mondta, hogy nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, és én is így érzek, amikor igazán jól tudok írni. Hogyan működik az önök alkotói kapcsolata? Mondták is talán itt az irodalmi esten, hogy önök is egymás szerkesztői, főleg ez hogyan működik? Nagyon régi ez a mi kapcsolatunk, 30 éve vagyunk együtt, és együtt lettünk írók, tehát a legkezdetektől fogva a szövegekkel udvaroltunk egymásnak, szövegeket mutattunk egymásnak, és szövegeket kritizáltunk, és ez máig is ugyanígy van, és tulajdonképpen műfordításokon kívül, amire már nincs igazán idő, hogy minden szavunkat ellenőrizzük, mindent olvasunk egymástól, tehát ami meg fog jelenni, azt olvasunk, sőt, néha olyan szövegeket is, amelyek nem, és megbeszéljük minden alkalommal. Rendkívül nagy segítség az írás magányos mesterségében, hogyha van valaki, aki az embernek megmondja egyáltalán azt, hogy kiadható-e a szöveg, vagy pedig, ha elakadt, akkor tud segíteni. Az ember nem tud annyira elkeseredni, ha nem egyedül van, és valaki segít. Hát és nagyon fontos, hogy legyen valaki, akivel lehet bízni, aki megmondja azt is, a rossz a szöveg, és hogy nem működik, és akkor a másiknak elhiszed, hogy tényleg ő tudja, és nem bántásban mondja ezt, meg nem játékban mondja ezt, hanem valóban úgy látja, hogy nem működik. Persze ez ritkában van, hál' Istennek, inkább azt szoktam megmondani, hogy működik, az is nagyon jó, nagyon sokat tud segíteni. Néha egy szöveget nehéz megírni, és akkor az ember mire kész lesz vele, már annyira belefáradt, hogy úgy érzi, hogy ez már nem is lesz jó, mert annyi munka van rajta, és mikor kész, és éppen leteheti a súlyát, akkor kell a másik, hogy átsegítse ezen a hullámvölgyen, hogy már megírtad, de nem eufóriát érzel, hanem fáradtságot, és akkor az, hogy egy friss szemmel olvassa, és úgy olvassa el értően, hogy tudja, hogy te milyen író vagy, és ismer mindent, amit írtál, és megérte, hogy az hova való a te életművedben, a többi műveid közé hogy idik be, az nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy megmondja, hogy működik a gép, amit építettél. A gyermekeik is szokták bírálni egy-egy újonnan elkészült alkotásaikat?
Ők inkább a fordításoknak a nagymesterei, ők maguk is fordítanak. A kisebbik és a nagyobbik az már 7 könyvet lefordított rendesen kiadói megrendelésre, és ők egészen pici koruktól be voltak fogva. Így a kellemeset a hasznossal így kötöttem össze, hogy gyerekkönyveket vállaltam, nem pedig nagyregényeket, és amikor hazavittem a könyvet, akkor együtt elolvastuk, és együtt lefordítottuk. Majd én elkészítettem a végső verzióját a fordításnak, és ebben rengeteget segítettek, és segítenek a mai napig, hogy ha valamilyen kisebb szöveg van, mondjuk nem nagyon hosszú szöveg, de hosszabb szövegeket és gyerekregényeket, több éves könyveket felolvastam nekik, és mindig meghallják, hogyha nem csak a szóismétléseket, hanem a félrefordításokat, azt is észrevették, amikor a rajz meg a szöveg nem egészen stimmelt. Nagyon jó érzés, hogy ebben a műhelyben most már nem csak ketten vagyunk, hanem négyen is, egy ideig, amíg el nem mennek itthonról, mert most már elég nagyok a gyerekeink, de még mindig a kamaszkort éljük, tehát néhány évig még számíthatunk a segítségükre. Hát és nem is kötelező nekik mindent elolvasni, amit írtunk szülőt, tehát igazából most talán éppen lázadnak is, és nem is olvassák el azt, amit csinálunk, hanem nevetnek, azt mondják, hogy megint írtál valamit, apám, hát most nem nézem, majd később, és akkor majd, a könyvek türelmesek, tehát én tudom, hogy majd eljön az idő, mikor majd elolvassák, amiket írtunk mindent, és akkor majd megismernek egy másik oldalunkról is, ahogy a Svegben van. Eddig csak a jó oldalunkról ismertek, de majd megismernek a rossz oldalunkról is. A szomorú és a kétségbeesett oldalunkról is. Igen, de azt hiszem, hogy már nem lehet a gyerekeinket meglepni, mert mi mindig otthon dolgoztunk, tehát minden rezdülésünket látták, ez nem lehetett könnyű. Tulajdonképpen egy munkahelyen nőttek fel, és nem is egy feszültségektől mentes munkahelyen, úgyhogy azt hiszem, hogy amit korábban olvastak, az velük marad, és ők kell eldöntsék, hogy mennyire vesznek ebben majd részt. Hogy írók lesznek-e, azt nem tudom. Reménykedjünk, vagy féltsük őket? Hát én azt szeretném, hogy szabad embereknek azt csinálják, amit akarnak, úgyhogy éljenek úgy, ahogy szeretnének. Tudják egymást ösztönözni? Igen. Nagyon jó edzői vagyunk egymásnak szerintem. Ez jó ez a szó, ez az edző, mert ő harcostársamnak is nevez engem, ami azt jelenti, hogy nagy energiákkal kell neki látni minden feladatnak. Egymással is meg kell küzdeni, a szöveggel is meg kell küzdeni, néha a külvilággal is meg kell küzdeni, és ez nagyon jó. Természetesen, ha jó szöveget olvasok, akkor nem féltékenységet érzek, szerencsére. Ha jó szöveget olvasok, akkor szeretnék én is jó szöveget írni. De ez a kortársaimmal is így van, viszont ha közel van ez a jó szöveg, akkor inspirál, igen. Nem teszi önöket nagyon sebezhetővé az, hogy ennyire kitárják a lelki világukat az olvasóknak? Most már ezen kicsit késő tűnődnem. Én nagyon meg is lepődtem, amikor azt mondták nekem fiatal színi hallgatók, hogy mennyire kitárolkozó, amit írok, hiszen én azt gondoltam, hogy a színészet egy kitárolkozó mesterség, és nem az írás, de az írásnak alapfeltétele, hogy őszinte legyen az ember magával, hogy kegyetlen legyen az ember magával, és rajta kapja magát, ha hazudik. És erről írjon is, tehát a szégyenkezés az egy inspiratív érzelem, úgyhogy nem, azt gondolom, hogy a sebezhetőségem akkor lenne az igazán veszélyes, hogyha nem tárulkoznék ki. Engem ez erősebbé tesz. Azt hiszem, hogy mi vagyunk saját magunknak a legnagyobb pofonokat. Tehát én mégis ülök a szobában, és saját magammal küzdök, és tényleg fizikai fájdalmat okozok magamnak azzal, hogy nem tudom megérni, amit nem tudom megérni. Tehát én magammal kardozok folyamatosan, úgyhogy remélem, hogy ez inkább erősít, mint gyengít. Mindketten belekóstoltak már ugyanúgy a próza és a versírásba is. Valahogy át kell szellemülni ahhoz, hogy a versből prózát, prózából verset, vagy valami egészen mást alkossanak? Azt hiszem, mindennek a lényege a ritmus. És azt kellett megértenünk mind a kettőnek, hogy az egyik fajta ritmus hogy alakul a másik fajta ritmussá. Én biztos, hogy nagyon sokat tanultam attól, hogy egy költővel élek, hogy az egész prózán más lett attól, hogy a ritmusról ilyen sokat tanulhattam tőle. Tulajdonképpen azt is mondanám, hogy sokszor, ha amikor prózát írok, akkor is verset írok, anélkül, hogy észrevenném. Úgyhogy összefüggenek ezek a dolgok, nem éles ez a határvonal. Igen, én a prózaírásnak a fegyelmét tanultam meg. Elsősorban azt, hogy
ne legyen az ember türelmetlen. Mert egy verset azonnal megír az ember, és kész van, és örül neki, illetve hát mondom, van, amikor az ember 6-7 hónapig is ír egy szöveget, vagy 6-7 évig, de az igazán izgalmas versek azok nagyon gyorsan születnek. Tehát hosszú gondolkodás után, de nagyon a megírás folyamata a javítással együtt az 1-2 nap, legalábbis az én esetemben, és a prózaírás viszont sokkal hosszadalmasabb, a javítás folyamata is sokkal hosszabb, és ennek a fegyelmét és a türelmét tanultam meg az én férjemtől, aki tényleg nagyon hosszan tud javítani, egy-egy mondaton is tud dolgozni egy hétig. Sajnos, vagy szerencsére. Igen, azt hiszem, hogy ezt nehezen értené meg kívülálló. Tehát azért jó, hogy mint ahogy a színészházas párok is nagyon jól értik egymást, vagy a zenészek félszavakból is, így mi is értjük egymást. Hogyha valami nem megy, akkor azt nem direkt csinálja a másik, hogy a másikat felbosszontsa, hogy már 2 hete ül a mondat felett, hanem mert ennek valami belső akadálya van, és abban segíthetünk esetleg, hogy a belső akadályt mi okozza ennek a feloldásában, de van, amikor reménytelen, és nem lehet segíteni. A pályafutásuk során mire a legbüszkébbek? Hát ugye mindig a következő vonatra, amit be tudunk fejezni, tényleg ez mindig az ember arra büszke, hogy megír a vonatnak, amit vagy megírt 3 után. Én nagyon örülök a jól sikerült gyerekkönyveknek, mert nekem az a játék, a játszóterem, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok gyerekverset írok, és azonnal publikálok, tehát mondjuk a gyerekeimnek, meg a gyerekeimmel írtam a gyerekverseket, és 9 évbe telt, amíg kiadtam a kötetet a kezemből, tehát nem könnyű kézzel írok, látszólag sokat, de azért abban nagyon sok munka van, és azt hiszem, hogy ennek nagyon örülök. Én a Senki madara című kötetemet nagyon szeretem, különösen azért, mert gyönyörűen sikerült az illusztráció, Rófusz Kingának a munkája, és az ilyen jól sikerült gyerek és kamasz könyveimre nagyon büszke vagyok. A prózámat is, meg a verseimet is bírom, de az ember nem akarja újraolvasni magát. Tehát ilyen esteken nagyon érdekes, mert meglepődik az ember, mikor a régi szövegeit előveszi, de előre kell nézni, ahogy Gyuri is mondta, hogy mindig a következő mondatra kell büszkének lenni, mert elég baj az, hogyha az ember a korábbi írásaival van elfoglalva egyfolytában, az nem jó jel egy író pályája. Melyik a kedvenc alkotásuk egymástól, és miért? Az biztos, hogy nekem a mágia, mert abban egy olyan női nézőpont jelenik meg, amit korábban mindig hiányoltam az írásaiból, és ezért nagyon örültem, hogy nekem ajánlja, és ezért, mert illedelemből is azt mondanám, hogy ez a kedvencem, de a női lelkem azt mondja, hogy nagyon jó, hogy ezt megírta, mert nagyon nagy szükség volt a kiskamasz fiúk lelke után, és a fiatal emberek után, és a nagyon sok számítógépes dolgokat, nagyon sok számítógépes szöveget írsz, ami úgymond, hogy geek szöveget, amihez én nem tudok hozzászólni, de a mágiához igen, és a mágiáért nagyon hálás vagyok. Hát én nagyon szeretem az Elhagyott, mert az egy olyan könyv, amiben tényleg benne van az életünk minden porcikája, és nem gondoltam, hogy valaha ezt viszont fogom látni a papíron, és nem örülni fogok neki, nem bántani fogok, hogy benne van az életünk minden porcikája. De hát ez nagyon ajándék, hogy ez megtörténhetett. És nagyon szeretem a Töréstest című könyvét Annának, mert azért, mert azt mondjam, hogy az a harag könyv, és egy nagyon haragos könyv valóban, és akkor én tudom, hogy kire lakszik abban a könyvben, rám, és én tulajdonképpen ennek örülök. De nem rólad szól? Annak is örülök. Az ilyen dolgok is segítenek, mikor az ember haragszik a másikra, akkor az indulatát irodalomba transzponálja, és nem veszekedésbe, és ez csodálatos, hogy az irodalomnak ilyen haszna is van, házasság megtartó ereje van nálunk az irodalomnak. Igen, egy házasságterapia, hogy mi írunk.